Sziasztok, ez itt újra a formában rovat, ezúttal a hétvégi szingapúri verseny nagy díjon fogjuk kivesézni, ezúttal is itt van Péter, hello! Sziasztok, szép estét mindenkinek! És hát jó, hogy újra tudtál jönni, akkor most nem volt munka, vagy csak félig meddig. Lényeg az, hogy meg tudod nézni a szingapúri futamot, ami azt mondom, az egyik kedvenced szokott lenni, nem mindig dicséret, hogy szereted, nem? Még én is szoktam, hogyha ilyen kaotikusabb, vagy érdekesebb, izgalmasabb nekem, mert mostani hétvégi nagy díj, ezt már előtte is mondtam neked, nem annyira volt izgalmas, voltak plusz a pozitívabb pillanatai, de nekem valahogy nem volt safety car sem most, ugye, ami nem biztos, hogy baj, de Egyfelől voltak jó pillanatai. szerintem egyfelől az egész helyszín lenyűgöző, és ez Ja, már hát látványra meg önmagában, végképp egyébként, ha már és így... ez már önmagában, és ez már önmagában szerintem érdekes futamképet vetít elő, még akkor is, ha így ezen a futamon nem történt annyi minden, mint az elmúlt években itt. Ezt eléggé szépen jellemző, hogy az első szingapúri futam volt idén, amely nem volt se biztonsági autó, se virtuális biztonsági autó, tehát tükörsimán lehozták ezt a futamot, nem volt törészúzás, nem volt roncsderbi, meg Armageddon, meg stb. Mi sorolhatnánk. De ez önmagában szerintem nem rossz, mert itt legalább világosan, legalábbis nagy részt megmutatkoztak az erőviszonyok, még ha teljesen nem is, de ezt majd később részletesebben elmondom. Na, hát meg tényleg ez a ugye, lámpafényes este futam úgy, hogy milyen látványos, milyen gazdag az a része, főleg annak a városnak, meg az országnak, úgy át az ország sem szegény egyébként. Bár Hát, még diktatúra, ha jól tudom, egyébként ott is a helyzet, de autokrácia, de hát most nem menjünk bele, pontos, azt hogy valami igen, még olyasmi. itthon is majdnem az van, de Azért van rend, egyébként. ott legalább rend van mondjuk, de most Ja, hagyjuk. csak úgy legalább jobban élek, még az sem. Na mindegy, de tényleg nagyon csodaszép, ahogy meg maga a kialakítása az egésznek. Meg, nem tudom, láttad, volt egy olyan hely, ami nem tudom, szálloda lehetett, hogy talán a célegyenes fölött ilyen hatalmas torony, és a tetején voltak ilyen, de nem tudom, hogy szálloda volt, lehet, hogy csak egy ilyen kiállós, kiülős rész, de gyakorlatilag a pálya fölött voltak, nem tudom, 50 méterre, most mondtam valamit. És onnan látták be az egészet, és onnan szurkoltak a látvány, és ott mutatták egy pillanatra. Én mindenféle ki tudnak ott találni. Hát igen, ez egyrészt a tájékonyság nem ismer határokat, főleg akkor ugye a pénz is van rá, Hát igen, meg, meg jó ötlet. meg technika. Megvalósítás is. Hopp, elment a hang. Nem ment el. Itt Na. van, legalábbis én hallok jól Na, mindent. jó. Hát ja, a 20. az albon lett, de hát ha jól emlékszem, hogy a technikai hibával esett ki, nem? Ja, Túlhevülés miatt azt hiszem, igen. Az a csoda, hogy csak egy kieső volt ebben a dögmelegben, ugye rohadt meleg volt, párás. Magnussen is feladta a igen. Ja, végén a futamot. igen. Öt Az is körrel a ugyanez vége előtt, miatt? csak el nem tudom pontosan, de őt így rangsorolták, mert ugye teljesítette a táv Igen. 90%-át is. Azért berakták, Tehát őt úgymond, de... rangsoroltak. De a Elég lényeg, lassú volt egyébként, ha tegyük hozzá a Hülkenberghez igen, képest. de igen, de a lényeg, hogy meglepően kevés technikai hiba volt, pedig ezen a futamon az is jellemző, hiszen ugye itt a túlhevülés az elég jellemző, mert nincs terük sem szószoros Hát értében, falak közt, igen. Nincs terük lehűlni, annak amellett, hogy egyrészt nagyon meleg van, 30 fok volt, plusz még az autóban, bent az utastérben, akár az utastér, hát Végképp, és ez a egyrészt egy párás, pilóta mindenki fülke. izzadt, az a csak nem lettek rosszul, nem tudom, ezen a futamon Igen. volt az, amikor rosszul lettek egyszer. Nem, az tavaly Nem? Katarban Az volt, az Katarban más, de volt? az tavaly Katarban volt, amikor Az még lesz így talán, vagy ez volt már, most nem lesz mondom. majd, Ja, igen, lesz csak újra, kicsit később, akkor tehát még. nem így október elején, hanem kicsit később novemberben, akkor talán nem lesz ez, tehát ez azért veszélyes volt, így volt Igen. tavaly Katarban. Nem, hát itt más, de azért láthattuk azért, hogy így a dobogósok is eléggé meggyötörtebbek voltak, mint általában. Tehát szóval, hát a két Merz is azzal le is mondta a sajtótájékoztatót, hogy annyira rosszul voltak, úgyhogy Igen, szerintem nem talán... voltak, nem volt, igen, hát itt igen.
Ez itt ilyen helyzet van, ez itt még van, igénybe veszi a pilótákat, főleg úgy, hogy maga a futam emellett is nagyon fárasztó, ugye, hisz Amúgy elég egyfolytában hosszú, mennyi? dolgozni kell. 62 kör, 62, vagy 3, 60. 62 kör, igen, és egyfolytában dolgozni kell az autóba, tehát itt nagyon kevés hely van idézőjelben a Hát igen, meg pihenésre. figyelni kell minden milliméterre. Így is hozzáértek a falhoz, nem Igen, is egy ember. igen. Gyakorlatilag Na, lehet biztos. mondani, hogy ez az év legnehezebb futama fizikailag Hát a gyakorlatilag a legtöbben pilótáknak, ezt nyilatkozták, hogy rohadt fárasztó tehát ez volt. nem csoda, ez hogy állandóan dolgozni kell az autóban, ugye, meg egy másodperc, egy ezer másodperc nem dankadhat a Na, figyelem, hát igen, és főleg, közel az és a aztán még fullett megbirkózni idő, ezzel a igen, a nagy párás. meleggel, párás folytogató meleggel, ugye, tehát ez extrém mértékben igénybe vesz még ezeket a elképesztően edzett, És az a furcsa játék, szervezettű a Norris alig pilótákat iszik, is. erről beszéltek tőle a kommentátorok. Hát reméltek, hogy valamit ivott most a utamon, mert... Igen, hát ja. Hát igen, hát mondjuk Norris az feszegette a határokat a szó minden értelmében. Igen. Tehát Meg is azért lepődtek ott, amikor látták, hogy ott koccantott, volt egy kit necces mert... pillanata, igen, Pedig amikor egy mekkora kicsit előnye volt észhez kellett. végig, és még így is, látod? Lehet, hogy pont azért, lehet, hogy inkább Igen, elhúnytak volna. mondjuk ez egy jellemző is lehet, hogyha így teljesen zavartalan autózol így az élen, akkor könnyebben kikapcsolod a Hát figyelem még a is, Russell különben is ez szólt a amúgy. rádión, csapatunk ilyen a semmi közepén volt, úgy mondta, hogy azért figyeljetek rám, vagy azért szóljatok ti, hogy is tudom, hogy Hát igen, ez nem hülyeség tényleg, mert amúgy mondom, ilyenkor lankadhat a figyelem, nem harcol senkivel, beállsz egy tempóra, az ilyenkor jó, hogy időnként kicsit úgymond idézve fölébreszted a pilótát. Tehát hát igen. volt már ebből amúgy, hát én még mindig így ugyanakkor nem éltem még, de azért elmondásából sokszor hallottam, hogy erre hivatkoznak, hogy 1988-ban a monákói nagydíjon Ayrton Senna egy ilyen pillanatban dobta el a biztos győzelmét, hogy egy pillanatra ugye lankadt a figyelem, és már a következő század másodpercben már a falon találta magát. Oh yeah. Tehát úgyhogy ilyenkor tényleg jó harásznak a pilótákra kicsit. De Ricardo nem lakadt a figyelme, ugye nem volt valami gyors egész hétvégén, de megfutotta a leggyorsabb kört, és így elvette Norris-tól. Ricardo az igen, Azt belepiszkított mondta a egy, Horner, hogy és amúgy általában egy most nem tudom, vízbe mondta el Horner, hogy a jelvek bónuszdíjat fizetnek a gyors körökért Ricardo-nak is, hogy Hát igen, most azért több dolgot is fölvet ez a Ricardo dolog. Az egyrészt az, hogy megfosztotta a McLaren-t egy elég jellemző dicsőségtől, de ezt is majd akarom mondani, hogy megfosztotta Norris-t a totális győzelemtől, Nem is örültek neki. hogy ugye Grand Slam-et érjen el. Ami azt jelenti, hogy élőrajtolva a verseny minden körében az élen állva győzöl, és a leggyorsabb kört is megfutott. Tehát ez a Grand Slam. De ezt nem direkt És ami csinálták, vajon? Valószínűleg nem. hát De sokan természetesen, ezzel hogy direkt, hiszen vitatkoznak ugye most, hogy... hát természetesen, hogy direkt csinálták, hogy ilyen Verstappen egyre kevesebb pontot veszítsen Hát vele igen. szemben, persze, hát Csak ezzel ez támadják, teljesen hogy ez egyértelmű. kis csapat, és hogy nem dolgozhatnának így együtt, de hát most... Ja Istenem, ez igazából jó, hát igazából mondani azt így utána, hogy ez bármit lehet, de hát ez teljesen logikus volt, hogy ezt így meglépték. Úgyhogy ez teljesen rendben van. Másik dolog ez a Ricardo dologról, meg az, hogy hát valószínűleg utolsó versenyt futott a Forma 1-ben. Hát igen, Elég nagy az sajnos esély lehet, rá. ja. Elég nagy az esély rá, ő elbúcsúzott, és a hivatalos bejelentés még nincs ugyan, de hát van 4 hét gyakorlatilag Nem majdnem, tudom, hogy én ez nem rúgtam volna már ki végében közé. ezen furán, mert ő azért mégse sergeant szint, és a Perez ennyire ugyanígy kirúghatták volna már régen, most is csak 10. lett, szóval ennyi erővel érte, tehát ezért mondom, hogy most hogy én nem rúgtam volna ki max év elején, meg még mutathatott volna valamit, értem, hogy van 6 verseny, 3 sprint, Hát figyelj, ez hát igazából ezért... soha nem fogjuk, mi ezt nem Na, fogjuk mindegy. tudni megítélni. Gyakorlatilag már elbúcsúzott meg a főnöke is, úgyhogy Nyilván semmi lehet nem szubjektív jelentett véleményünk, végbe. de nyilván lehet szubjektív véleményünk, de tudod, hogy rengeteg összetevőtől függ, ugye pilóta Persze. marad egy csapatnál, vagy esetleg kirúgják, nem csak a teljesítmény függ, egyáltalán nem csak Ó, nagyon ettől. sok minden függ. Pénz, szponzorok, Támogatás, fiatalság, ja. tulajdonosi kör, befektetők, rengeteg mindentől függ Igen, ez. és egyébként Lawson az szinte biztos, hogy
a Hát saját csak ez így, az, pilótája? azt gondolom, hogy az, azt gondolom, hogy Helmut Márko őt akarja nagyon beültetni. Jó, hát már volt egyszer, nem is ment rosszul, úgyhogy... Pont tavaly itt, ezen a futamon is Na. többek között versenyzett. Ja, igen. És pontot is szerzett tavaly itt Szingapurban. Igen. Ja, de akkor Red Bull-lal volt, nem a kis Red Bull-lal, nem? Dehogy is kis Red Bull-a, izé Dehogy bal volt emlékeztem, mint a akkor, Perez jaj. helyettesítette volna, akkor lehet, hogy valami mással keverem. Nem, volt egyre, nem, izét. Akkor Ricardot helyettesítette, mert a visszatér Ja, Ricardnak akkor eltört a igen, cukója. emlékszem, ja. Ugye, és Ricardot helyettesítette, ugye, igen. Igen. Annyira kérdezik, a kis, én mindig Torószt akarok mondani a kis Red Ja, én Bullnak, is. komolyan mondom, Kis de RB, már most már így annyi mondom, név mert állt. itt is úgy van írva, hogy RB. Hát az Alfa is... Tauri, na igen, Alfa Tauri Ja, volt akkor még akkor, Red az volt, Bull, igen. igen, már nehéz, van annyi, Most annyi nevük volt, hogy ezt már nehéz megjegyezni. Igen, azért mondom, mindig leragadtam a Toro Rosso-nál, pedig az már, kéz, már 19 óta, ugye, nem az, Alfa Tauri volt egészen tavalyig. Most meg egyszerűen Visa RB-nek nevezem, én nem vagyok hajlandó hosszú nevet mondani. Jó, igen, jó ötlet. Hát Visa sajnálom azért, RB, és mert kész. Ricardo-nak személyiségét tetszett, régen gyors is volt. De sokan mondják, Hát hogy amikor mindenképpen Renault-ba egy... került, vége lett a gyorságának egy kis. Nem, azt kell mondom, hogy nem, tehát még a Renault-ban jó volt, tehát Szerintem emlékszel, is egyébként. két évet volt a Renault-ban, azt hiszem 2019-ben is 20-ban, Igen. és 2019-ben például legyőzte csapaton belül Hülkenberget is, Ja, igen, de sokan 2020-ban pedig elfelejtik, meg például a Verstappen ellen se volt olyan gyenge annak. azt mondom, igen, 2020-ban meg majdnem kétszer annyi pontot szerzett csapaton belül, mint a csapattársa Ocon, akkor Ocon volt a Ja, csapattársa igen. 2020-ban. Akkor kezdődtek a bajok, amikor 21-ben McLarenhez McLaren, igen, valami szerződött Norris érdekes volt, az egyszer nem jött mellé. be neki. Az nem állt össze, és az nem állt össze nagyon És ez a... szerintem utána Ez... most az ebbe a kis hervé, a vizervé, ebbe is szerintem már elvesztette az önbizalmát, és már ide is hatott szerintem, vagy nem tudom, mert... Biztosan így van, mert igen, Igen, szerintem is hát... már képtelen azt a formát hozni, amit én azt mondom, hogy 2020-ig Addig jó azért úgy volt, még jó. jó volt, tehát utána vesztett el, így szerintem McLaren ugye megtört, tehát egyértelműen. Norris az kimeretlen átgázolt rajta minden tekintetben, egyszerűen köze nem volt hozzá Ricardónak, Norris teljesítményéhez, Hát kivéve igen. talán 2021-es monzai futamot, ahol Ricardo győzött, de attól eltekintve nagyon nem alakított túl jókat a McLarennél, sajnos pedig ő keményen, tehát elnyit a csapat is, meg ő is nagyon keményen dolgozott azon, hogy összeálljon Igen. ez a dolog, de valahogy Ricardo valahogy akkor már nem tudott úgy alkalmazkodni, tehát ez volt valószínűleg a fő gond, és ezért Amíg lehet, hogy meg fogod győzött. sejni való máshol, azt hogy kinézem. Nem, valószínűleg nem. Hát ugye ő idézőjelben ugye már öreg, tehát az is benne Hát van, hogy nem egy 35 éves, de figyelj, akkor még 34, Alonso azt mennyi? hiszem. Mindegy. Jó, Negyvenhárom? Alonso szerintem hagyd, mert azért ő Más külön kategória, kategória. persze, de hát akkor is azért... Szerintem Mondjuk Alonso azt nem nem lett is ilyen fogalma alapon, jutott nem. a Ricardo, hogy már... Mondta is, hogy már kicsit ilyen öregnek is érzi magát, nem is tudom, hogy mondta. Az F1-hez, tehát már kifele állt neki így is. Lehet, mert nem volt meg a hív se vele, meg a Igen, akarat. szerintem elvesztette, igen, a Ja, motivációját összességében is szerintem igen, erre elvesztette azért, utalt. és így nem igazán. Meg hát ugye állandóan ugye találgatások folytak a jövőjéről, azért ez sem Azt se annyira feltétlenül használni bizalmat tudjuk a... erősíti, az Igen, önbizalom. így van. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon kellemes üde és szép színfoltja volt a Forma 1-nek, mindenképpen szegényebb lesz nélküle. A Forma 1 az kétségtelen, mert én azt gondolom, hogy ugyan ezt nagyon, hogy mondjam, nagyon marketingolták az ő szereplését, és sok minden, úgy emelj, egy könnyen eladható figura volt, de én azt gondolom, hogy emellett is ő egy alapvetően szerethető egyéniség Hú, hát volt. mi Tehát mennyien szerették, hú, tehát nagyon globális azért volt. mondom, igen. És azért tényleg, azért ő alakított nagyon szépeket is ez alatt a Igen, 13 mondták, hogy év a alatt. Ricardo mosoly, vagy a súlyi ügyet,
Ja, igen. Egy-két dologról emlékezetes marad örökre Na meg azért szerintem. nyert nem Ja. egyszer, azt szóval azt ne felejtjük, úgyhogy Azt hiszem 7 vagy 8 futamot azt nyert hiszem, így mint hogy összesen most. 8-szoros mondták volna, de most nem lesz, hogy 7 vagy 8 Hát volt. valami ilyesmi, most hitel nem tudom most, de kávé ez a szám, hogy azért, ja. Ugye, igen, egyet, azt hiszem, várjál, szerintem 8 lesz az. Várjál csak, most mindjárt megszám, hogy Na, én is így 14-ben nyert emlékszem először egyébként. Hm. 3-at, 16-ben nyert az 4, 17-ben 2-t. Ja, szerintem az 8 lesz az, figyelj, Igen, és én is abból így egy a emlékeztem. McLaren. Ja, az a 7 Red McLaren-nel Bull, együtt, igen. igen, 7 Red Bull és egy McLaren-es futamgyőzelem. És Igen. kettő, azt hiszem, kettő világbajnoki harmadik hely, Szép. mármint ilyen egyéni 14, ezt így tudom, mert megjegyeztem még 14-ben és 16-ban, mindig mind egyszer harmadik lett egyéni VB-n a Mercedesek mögött. Verstappen is megdicsérte, meg mondták, hogy hát ők nem voltak puszipajtások, ugye. Hát persze, hogy nem voltak, hiszen azért nagyjából azért összességében, amikor ők együtt voltak a Red Bullnál, összességében azért Ricardo legalábbis eleinte simán fölvette vele a versenyt, még Igen. eleinte. Tehát úgyhogy ő volt Verstappennek gyakorlatilag a csapattársak, Oktatója, így akkor még. hozta így. Igen. Igen, mentora. Aztán a mesterén Hát túllépett a tanítvány. Az a túlzás, hogy az, de az Hát a túlzás aztán erősen, de azért lehet, hogy azt mondom, szükszem. hogy így. Én azt mondom, hogy azért úgy, hogy puszipajtások persze nem voltak, hiszen kik lennének Forma 1-ben, mindenki ellenfele egymásnak. Főleg az első minden pilótának az elsődleges ellenfele a saját csapattársa Ja, elsősorban. hát igen, ezt szerintem. Feltéve, ha nem egy fakezű pilótáról van szó, de úgyhogy, mert az ugye nem ellenfél, mint például Alonsónak Stroll, vagy Na, hát igen. hasonló, de vagy mint baj, vagy Massa Igen, volt most annak is volt, idején. mondták, hogy a Colapintóra, meg a Magnussenre is, hogy hát majdnem lett itten safety car, mind a kettő esetben majdnem lett baleset, szóval most is itt is voltak ilyen necces helyzetek, vagy ilyen a falkoccanások, amikről már beszéltünk. Szerencsére itt nem Igen, voltak hát olyan fie, persze, hogy botkesz voltak, pilóták. de szerintem Colapinto megint szépet alakított. Igen. Majdnem Most a pontot rajtnál is nagyon szerzett. agresszív volt. Igen, azt itt a Sainz, hogy hát itt majdnem 3-4 ember balesete lehetett volna, azt mondja, Itt az hogyha... nem Albon volt, nem tudom. Hm? Albon panaszkodott rá a rajtnál, hogy Az is, jött, de a mint egy Sainz is őrült. utólag, hogy hát mit Aha. képzelt ezzel a manőverrel. Majdnem. Pont Sainz mondja azt, aki múltkor neki vett, hogy vereznek, de hát most mai napig nem tudja, hogy miért egyébként. Hát jó, Hát a Sainz az mondjuk felejthető futamot teljesített mondjuk, de ez hát majd... egyébként igen, nem volt valami jó most. Nem csak szerintem az egész hétvégén, nem? Hát figyelj, igen, azért most figyelj, szép lassan látszani fog, hogy azért ő már Hát meg ő kívülálló lesz, kifele vagy van hát már jelve, az. ahogy mondtad, már a rút Igen, kifele igen, áll, igen, igen. úgyhogy... Igen. Az Alpine is sajnos most megint nem szerepelt jól, mondjuk az Ocon az jobban szerepelt most, mint a Gasly, még általában fordítva szokott lenni. Stroll az megint megmutatta, hogy mennyire jó, gyakorlatilag olyan dupla Jó, angol a hát hátulban, mint Alonso. igen. Ja, úgyhogy az a papa nem tudom ilyenkor mit tapsol, mire tapsol egyáltalán, vagy megtapsolja, a fiamat bent hagytam. Igen, nem tudom hány éjt. Tényleg ilyen szökő évente van egy jó verseny, amikor nem tudom, dob egy kockát, és a hatos dobja reggel, és akkor akkor éppen jól megy azon a futamon, tehát így, ha nem megy másiknak, vagy a falnak. De mert ezt is láthattuk, hogy néha eléggé veszélyes manővereket csinál. Igen. Hát úgyhogy Tsunoda most nem szerzett pontot, itt 12. lett. Perez az éppen, hogy szerzett egy pontot, hát nagyon gyenge volt, szerintem ő is. Pedig azért a Red Bull most mégsem volt annyira lassú az, amit gondoltuk először, hogy Hát ezen a figyelj, a pályán. Red Bull, most a Red Bull, a Red Bull szerintem a Red Bullnak a második helye Verstappen, úgy gondolom, hogy alapvetően nem mutatta meg az erőviszonyokat Aha. szerint így szerintem. Azért mondom ezt, Ha jó rajthelye mert szerintem volt, a inkább Ferrari az mentette meg ezen a pályán, az nagyon fontos. nem, én arra gondolok, hogy a hogy arra, nem, arra gondolok, hogy a Ferrari itt a Ferrari szereplése a kulcs, Érdekes, igen, sokan hogyha azt mondta, aki is mondta, valami, most nem teszem, melyik pilóta mondta, de
Vagy lehet, hogy valami szakértő mondta, hogy az Alonso mondta, hogy ő szerinte a Ferrari volt a legerősebb, amit én nagyon meglepődtem, mert szerintem nem, a maximum az utolsó Figyelj, harmadban talán, de... a helyzet az igazából, hogy ezt nem fogjuk soha megtudni, de azt gondolom, hogy amit a hétvége az időmérőig lehetett látni, ezt én is olvastam, és én egyet is értek ezzel, hogy szerintem Leclerc-nek elég jó esélye lettek volna, futam győzelemre is akár, de Szerintem arra mindenképpen, hogy harcba legyen Norrisszal. Tehát csak ugye történtek, amik történtek, a milyen dobogó szerencsétlen maximum, de... esetek láncolata, hogy kezdődött Sainzzal, aztán utána rántotta magával gyakorlatilag nem csak saját magát, hanem a csapattársát is, azzal, Aha. hogy gúnymögöttű paplanok elromoltak, aztán Leclerc Ja, igen. túlerőltette egy kicsit, aztán még a körit is emiatt elvették, tehát gyakorlatilag bohózatba illően szerepeltek Igen, az időmérőn, őrült. Hasznos, hogy előre jöttek. és ez nem Leclerc hibája volt szerintem, bár magára vállalta, de én ezt nem Leclerc hibának látom, hanem inkább a csapatnak, és azt Csapatos. mondom, hogy ez volt a szerencséje Verstappennek, hogy a Ferrari-k úgymond kiiktatták saját magukat, és én biztos vagyok benne, hogy akár még, hogy Leclerc biztosan, de akár Sainz is egészen biztos, hogy Verstappen előtt végzett volna a futamon, nyers tempóból, meg Most nem volt előtt a autóképességből, metrometria, hogy jól sem volt, de hát mondjuk messze mindenképpen. volt, még De így az a is, baj, hogy persze most sok minden benne volt, 40 sok szekre minden volt benne volt, leírva. de azért azt lehetett látni, hogy hétvége első fázisában, hogy Leclerc és Norris emelkedik ki a Igen, mezőnyből, végig szombatig. tempóból, és Szombat délután. gyakorlatilag minimális különbségek voltak közöttük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy Leclerc-Norris csata lett volna így a győzelemért, ha nincs a sportban, csak az érdemes eljátszani a gondolata, hogy az érdemes helyén kezdeni az erőviszonyokat, hogy bár a Ferrari ezzel kiszámolta, hogy csapatszinten mindössze a negyedik legtöbb pontot szerezte csapatszinten Már kicsoda. az események. Hát a negyedik legtöbb pontot szerezte csapatszinten a McLaren szerzett 40 pontot, a Red Bull Ja, hogy 19-et, nem. Mercedes 20-at, és a Ferrari csak 16-ot. Igen. Ugye? De ez egyáltalán nem Á, nem, mutatja ez valós most ilyen erőviszonyokat. fals, úgymond fals kép. Abszolút fals, mert igen, abszolút fals, de igen. És ez az egész Ferrari drámával időmérőn egyrészt Verstappen, másrészt ugye a McLaren járt nagyon jól, mert így növelni tudták az előnyüket eléggé Igen, csapatszinten, igen. mármint a McLaren. Hát meg ugye Úgyhogy, egyénibe is csak ott úgyhogy nem annyira, amit szerette volna, de ha nem támad föl a igen, igen. utolsó pillanatban a Red Bull valami este a Verstappennel, akkor itt most ilyen tizenvalahány pontot tudott volna csökkenteni. Hát igen, valószínűleg igen, és mondjuk az is hozzá kell tenni, hogy Piastri annyira nem nagyon Nem. érezte ezt a pályát, Nem volt olyan jó, igen. mint mondjuk Norris. Igen, Norris Piastri egyértelműen azokon gyorsabb csak volt. egyelőre, hogy nem konzisztens, nem Pont konzekvens. ezt akartam mondani, hogy nem elég Mert látod, egyenletes, van igen, olyan nem elég pálya, piac. úgy, mint az, nem úgy, mint a Bottas, mert az sokkal szélsőségesebb volt, de hogy mint ott volt, hogy mit, volt két pálya, amit imádtam, vagy a Pereznél is, akkor ott jó vagyok, és ennyi azért piac ennyivel jobb, de azért nem annyira jó még konzisztensen, Nem, mint igen, így a pontosan ezt Verstappen vagy a akartam, Norris. pontosan, igen. Hát sokan mondják, Így hogy van, a így van, nem VB, de elég. még nem VB alkat, szerintem pont emiatt. Tehát a VB úgy lehetsz, Igen, hogyha még egy kicsit, nyersz félverseny csiszolódnia kell, mellett is, igen, igen. még. Mert most gondolj, de éppen végigvettem, hogy például a magyar nagydíjon nagyon jól ment, aztán például a holland nagydíjon már nem annyira. Aztán olasz nagydíjon megint jól ment, Bakuban megint nagyon jól ment, ugye, aztán Igen, meg mert most megint nem egy annyira. jó, Tehát, egy jó, egy nem, egy nem lehet, hogyha felét mondjuk igen. dobja egy évbe, akkor az úgy nem fog menni a VB Igen. Hát szintből. mondjuk azért neki is valószínűleg kapura jött talán ez a Ferrari dráma, mert szerintem Leclerc ezt előtte végzett volna Lehet, mindenképpen, igen. De amikor hozzá kell tenni, de mindig csak a második éve, ha jó, ugye? Tehát ez a második éve, azért így van, ahhoz képest meg tavaly nem volt megy újonc, rosszul, és tehát... figyelj, abszolút figyelj, egyszerűen az a Baku egyszerűen brutális volt, az Jó, most elképesztő nem volt. tudom, mit gondolsz a szárny miatt, csak is azt mondják, de elvileg az egy dologban Hát segített neki, Leclerc három győzelemben egy picivel. figyelj, a szájról azt fogom mondani, hogy erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az az,
hogy mindig ha egy csapat valahogy kicsit kiemelkedik a többiek közül valamennyire, azt egyértelműen elkezdik azonnal Ja, persze, hát is egyszerre támadni. mindenki Emlékszel rá, használ. hogy mindig fúrták annak egy a Mercedes és a Red Bull-t is, amikor dominánsok Vertát vagy a Ferrari-t. Úgyhogy ez az egyik. Másik meg az, hogy más meg azt mondani, hogy hát tessenek, többi csapat is építsen valamit. Hát Ja. És hát ne ugye az a csak vicc, hogy fúják. Ez a... szabályosnak vétett a teszteken, utólag is elmondta, hogy a fiad azért most mégis azt mondta, hogy azért Igen. cseréljék le, hogy változtassák. Hát ez egy vicc, Ja, komolyan azt mondom, mondja, azért ez most az akkor FIA döntsék ilyen el, hogy szempontból. szabályos, de azért mégsem, vagy igen, vagy Igen, ez egy vicc, komolyan mondom, és azért azt kell mondom, hogy viszont a McLaren-t ilyen téren, mint műszaki fejlesztések, egyszerűen minden dicsért megérdemel, és éppen ez az, és szerintem éppen ennek kéne jónak lennie, hogy így Igen, nagyon, ezt nem is nagyon mondták, így hogy minden csapat elmegy, feszegetjük elmondta a azt a határokat. mérnökük, hogy minden csapat elmegy, ameddig lehet, amíg még szabályos, ők is csak ezt tették. Pontosan, igen. Ez. Most azt gondolta, hogy a Ferrari nem megy, hát dehogy nem, hát De hát próbál erre is, beszélek, meg a sőt, Red Bull állítólag is, van hát két dehogy nem. csapat, nagyobb csapat, nem nevezték meg, akik szintén lehet, hogy vizsgálni fogják, tehát akkor ennyit erről, tehát... Úgyhogy... Másik meg az, hogy tényleg ilyenkor, amúgy a másik meg az, hogy ez a szokásos kommunikáció, hogy ilyenkor a közvetlen riváli csapatok elkezdenek óbégatni, hogy akkor tess, hogy akkor büntessék. Hát mindig, ez így mindig az volt, hogy ezek egyfajtaban fúrják egymást, ez is Oké. Okay. hozzátartozik a Na pályán igen, kívüli tehát most felsoroltuk az összeset gyakorlatilag a versenyzéshez. top csapatokból, azt a négyet. Mindenkinél volt már én eset, tehát nem mondhatod azt, hogy ő mondja, inkább azt mondhatod, ő is mondja, hát Persze, ő hogy is nem. ezt Hát figyelj, hát csinálta, ettől, fordítva. figyelj, Erről figyelj, hát beszélünk. nem, ne figyelj, nem csoda, hogy ezek a, hogy mondjam, akármikor is, de világbajnok csapatok, hát nem véletlenül ettől lesz világbajnok többek De között, nem látja hogy meg az ilyeneket utolsó így. célnapvonalat a határ előtt, ami viszont még hozhat egy csomót, akkor... Ez éppen olyan akkor különben, ez... ez éppen olyan, mint ahogy egy jó fiúból se lesz igazából világbajnok soha a Forma 1, hanem egy ilyen tökös rámenős pilótákból lesz világbajnok, ugyanígy ez a csapatoknál is Hát igaz, ez kivételten a hogy két finn, nem? Räikkönen meg a Kimi, akik azért nem ilyen... Hanem inkább ez az elalszok meg a jégenbe. hát figyelj, azért volt bennük, azért a nyers sebességük nagyon Az volt, megvolt, persze, nem azt tehát mondom, csak hogy ők nem voltak az a... Nem voltak olyan, mint a Senna, vagy a Schumacher, úgy érzem, amit mondasz, hogy ez hát a jó, nem, de csibész azért, fajta, tudod? azért heki nem. Jó, Csibész igen, fajta. igen, nem Hát, voltak olyanok, igen, de de ők se vannak. azért visszanéztem, rengeteg, elég sok régi videót végignéztem már, és azért Kimi is Hát amikor azért fiatalok voltak, eléggé akkor benne. talán, de ez, ja. Nem úgy, de azért bennük volt egy kis, hát egy kicsit levágom a pályát, és akkor majd gyorsabb De leszek. De az ez igen, benne volt az volt, nagyon, de és hát így. akkor még azt sem engedte is a szabály, de nem volt illegális És ezt, lefekvés. milyen szépen kihasználták, így Igen, van. igen. Tehát most éppen ki mire gondol konkrétan, mert Igen. én az ő pályafutását Az láttam, amúgy is ugye. azt hiszem kiszélesítette, meg mindig ráment a kerékletőkre, szóval. Igen, így van, és ez szépen Meg kihasznál. Igen, hát igen. talán a Hakkinen is, ahol emlékszem most nagyon, hogy... Én nem arra, mert az ő pályafutását ugye nem Hát én láthattam, csak ugye, hiszen utolsó azt nem. egy-két évet azon nem is alig, akkor kezdtem el nézni, ilyen Én 2000-2001-ben. még azt sem, én 2003-ban Ja. kezdtem el nézni, ugye. De hát azóta tudom. Hát azért mondom, hogy ezek a csapatok közötti háborúk, ezek teljesen természetes velejárója a Forma Persze. 1-nek. Csak néha persze gusztustalanná válik sokszor ez tény, de hát együtt, tehát hát ez is a Forma 1 része, sajnos meg kell Meg a barátkozni. csapatutasítások, ugye most Norrisnak adtak szavazatot a csapatnál, hogy akkor segítség, persze Norris mondja, hogy ő nem úgy akar nyerni, mit tett, de azért gondolom örülne, Jó, hogyha hát mondjuk a VB másik része, rendelkezne segítséggel mondjuk is. ezt, hogy a McLaren kezeli, ez eléggé következetlen és Anya nem túl jó, összevissza meg a meg, papaja mert szabály, ami egyik nap még van, másik nap már nincs, vagy nem úgy van, mint igen, mondanánk. ezért mondom, hogy ezt így nagyon is, azt kell mondjam, hogy egyszerűen ők nem nőttek fel a saját autójukhoz egyáltalán. Még Sokszor mindig nem, pedig már mióta. ezt lehet érezni. Az igazság az, hogy ez olyan érdekes az egész idény, hogy ezt nem látta senki jönni évelején, hogy a McLaren az majd Nem. Ki gondolta volna az évelején, hogy ez ilyen izgalmas év itt ilyen lesz jó vele? lesz. Sőt, Nem az első néhány gondolta. verseny után, mikor a McLaren csak így harmadik vagy negyedik erő volt a Ja, Mercedes-szel igen. együtt,
és még közük nem volt se a Red Bull, se a Ferrarihoz, aztán utána láttad, hogy mi történt. Tehát a másik meg az is, hogy olyan fordulatos ez az év, hogy igazából bármi, én azt mondom, hogy bármi lehet még a Forma 1, még a világbajnokság Figyelj, a kimenetelét Ferrari simán illetően. előzheti a Red Bullt, ahogy te is mondtad, mennyi 10-20 Még pontra simán, van. és még simán, és még azt mondom, hogy annak ellenére, hogy most én kiszámolom, a 75 pont hátrányuk van a McLarennel szemben a Ferrari csapat szinten, azt mondom, hogy még a Ferrari még innen is Én azért fordíthat, azt már nehezen mert tudom hinni, de az végig ott kéne legyenek a top 2-be, tehát így. figyelj, tudod, hogy hány pont hátrány volt a McLarennek a Red Bull-al szemben a szezon Azt egyik tudom, egy 150, szakaszán? 150 talán, és most meg már Nem, 70 nem, erőjön. kilen, nem, nem, 96. Vagy 90, hát ilyen 100 96, körülön, és nem innen, tudom. kapáltak össze 41 pont előnyt. Úgyhogy az azt jelenti, hogy közel 140 ponttal szereztek többet, mint a Red Bull, mondjuk egy fél szezon alatt. Ez mit szólsz? Úgyhogy azért mondom, hogy Igen, még semmi is jó, de lefutva. most már nincs annyi idő sem, meg nem látom azt a... Nincs, de, Ez a nincs, de azért McLaren, még szóval hogy van. tudna úgy föltámadni a Ferrari, hogy ennyire jobb Hát legyen, figyelj, tehát... azért én erre nem vennék mérget, hogy a Ferrari biztosan nem lesz Hát lesznek most csapatvilág, jó mert erre pályák, mérget nem ahol jobb vennék. lesz, és lehet, hogy ott lesz az első egy-két helyen, abban biztos vagyok én is, de... De viszont mondják a Red Én Bullra is például az USA egyebek, tehát... Hát jó, Red Bull, igen, de én majd meglátjuk, akkor ezt mondom, de én minden esetre most egy kicsi szubjektív véleményt szeretnék mondani, én minden esetre örülnék eléggé egy McLaren csapat VB-nek, Ja, úgy én is persze. mert azért hány éve volt utoljára a McLaren csapat világbajnok? Ez a kérdés, ti talált ki? Én tudom, és kíváncsi vagyok, hogy te kitalálod-e. Hát gyakorlatilag nem a Hakinen, vagy az izé, nem a Hakinen, a Raikkonenik óta, nem? Nem volt, nem? Nem, 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 nem. Az első volt a jó, az Ja, első nem. helyen, jó helyen keresgéltél először. Ja. Häkkinen, igen, jó helyen Ja, akkor Häkkinen. keresgéltél. Ja, mert akkor ott nem volt izé, nyert a... Ja, persze Raikkonen nem nyert, de persze hát mert mindig kiesett, akkor nem is Nem, lehetett. nem, nem, na akkor elárulom, akkor Hát akkor 98-ban Häkkinen, ja, Häkkinen, igen. 98-a is elgondolt, 99-es Igen, így van. és igen. És viszont rengetegszer elpuskáztak már, lehettek volna a csapat VB-k, ilyen, ahogy mondod, 99-ben is, 2005-ben is, ilyen, akkor kiminni, igen, akkor lehettek volna akkor, hogy Ja, csak csak mi mindig nyerott az kiesett. autó. Igen. Így van, tehát egy csomó lehetőséget elpuskáztak már, Vagy ott mindenfajta van a technikai. 2007-es év, ugye? A 2007-es év, igen, és akkor is azt jó, hogy mondod, mert igazából csapatszinten akkor több pontot szereztek, mint a Ferrari alapvetően, csak ugye kizárták őket a kén botrány miatt. Tehát aztán 2008-ban, amikor Hamilton világbajnok lett, ugyan velük, de akkor Kovalainen ugye gyengén szerepelt, Ja, és és azért ezért nem bukták lettek, el. igen. Úgyhogy bár akkor Ferrari erősebb volt abban Még az évben. 11-ben, vagy Tehát, mikor, akkor voltak néha jobb futamok, vagy 9-ben. hát volt fellángolásuk, igen, volt egy-két fellángolás 10-11-12-ben, de azért a Red Bull akkor azért Persze. Vettel erősebb volt. Nyújjott, aratott. Meg a Nyugodj, Fettel. pontosan igen. Azért mondom, hogy a McLaren most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Elszokott megérdemelne egy... ettől. Ez a nagy Micsoda? sikertől. Elszokott a sikert. Pontosan Nem igen, tudja tehát így van, kezelni, így nem van. tudja. Hát... Igen, vagy a marketingük is, meg az se olyan tökéletes, mondjuk a rajongók fele, vagy akár a pilotáik fele, olyan furcsa, nem tudom, a beszélgetéseik is minden Hát figyelj, fura. azért itt azért sok dologra tekintettel kell lenni, például, tehát, hogy ugye például Piastri-nak van egy nagyon erős, egy elég erős menedzsere, ugye Webber személyében, Igen. aki nagyon erősen képviseli az ő érdekeit, úgyhogy azért ezt is számításba kell venni. Na Hát volt is, múltkor érdekes. az a Bakuin volt ott a Webber, vagy mostani, már nem tudom. Igen, hát valószínűleg Tudtam. Bakuin, igen. És azért mondom, hogy de mondjuk az tényleg örvendetes, hogy ugye a fejlesztéseik beválnak, Igen. tudat eléggé tudatosak, és remélem, hogy így is marad, és tényleg az, hogy kettő nagyobb Persze pilótájuk van, abban nagyon ez. magabiztosak, hogy azt mondták, hogy az autó mindenhol jó szerepet, és most is jól fog majd a következő haton. Hát, meglátjuk hat Figyelj, ezt ugyan versenyen. tényleg nem lehet tudni, de az tényleg azért megnyugtató, hogy most
teljesen különböző karakterisztikai pályák voltak ugye az elmúlt négy futamon, nem is lehetne, nem is Találkoztak. lehetne egymástól távolabb lévő ilyen szempontból, mint például mint Monza és Szingapur, ugye. Tehát ez két nagyon különböző pálya, és mind a kettő nagyon jó volt a McLaren, igaz a Ferrari is, tehát azt is hozzá kell tenni. Úgyhogy ezért mondom én, hogy a Ferrari-t én egyáltalán nem írnám még le. Ja, hát igen. Elkezdett pont Mert arra ők is azért gondoltam. láthattad, hogy pályáról pályáról javulnak, így nyári szünet előtt volt egy mélypontjuk, aztán abból nagyon visszajöttek ugye a Ferrari-sok. Hát jó. Igen. És az Úgyhogy azt Alonso mondom, hogy meglepő, úgy örült a nyolcadikában, ilyen nagyon örült a 8. helynek, az tudta, hogy még ez se lenne hát elérhető a kocsiba. az Aston Martin ez nagyon gyengéske Igen. idén, Viszont ott a úgyhogy azért remény, a zöld remény. hát Adrian figyelj, Newey. Most nem tudom, jövő évi kocsira még nem lesz hatása, csak a 26-osra, nem lehet, tudom. hogy van is oka. Lehet, hogy van is oka reménykedni, mert ott az Aston Martinnál ugye Stroll papa, az nagyon-nagyon összekalapozta ugye a Igen, most technikai mindenféle stábot. mérnököket hoztak a Red Bull-tól a És hát fel. figyelj, hát leszerződött velük a legnagyobb leszerződött velük. Hát figyelj, Igen, ez nem tudom, nyugi. minden, hát Ez. mindenhonnan akartak jönni hozzájuk, úgyhogy jöttek is. És figyelj, és gyakorlatilag a Red Bull technikai vezérkarának egy jelentős részét És lehet, hogy ez is szépen hatással el. van, már kérdezték a Hornet, és mondta, hogy valószínűleg ez is hatással van rájuk, de... Hát figyelj, hát mindenképpen Mert ugye a azért mondtam, hogy fejlesztésekben ez. már valószínűleg nem nagyon vett részt a nyúj mostanában. Figyelj, és én igazából évelején megmondtam, és igazam is lehet, hogy a Red Bull így szét fog így hullani szép Szárnyakat lassan, vesz, szép nem lassan. kap. Végülis ezt jól láttad, jó megérzésed volt Hát végig. figyelj, és akkor még ráadásul kettő győzelmeket arattak, emlékszem rá, csak akkor már volt ugye a Horner botrány, Ja, igen, és akkor mondjuk. abból éreztem azért, hogy ebből nem fog jól kijönni a Red Bull, és akkor még nem is volt még napirenden a Newey távozása. Úgyhogy, és akkor éreztem már, hogy ez így nem lesz hosszú távon, így nem fog hosszú távon sikeres maradni a Red Bull. És mondjuk az meg is döbbentett, hogy az évközi, hogy ennyire így, jó, most Verstappen második lett, de azért ez nem valós, hogy ennyire visszaestek. Tehát ez igazából engem ez így nagyon meglepett. Hogy így futamról futamra, hogy harmadik, negyedik erőként próbálnak így összekaparni pontokat, és gyakorlatilag visszatértünk majd, hogy nem 15 évvel ezelőtti állapothoz, hogy Ferrari McLaren csata van. Bár mindenki azt várta, hogy McLaren Ferrari lesz ezen a futamon, aztán végül nem. Hát igen, hát én is ezt gondoltam eleinte, hogy most ez lesz megint csak. Merci, az a verseny Megkérdeztem. megint jobb volt azért egy kicsit, nem? Merci, mint Hát figyelj, látszott azért a tempó hiány nagyon ja, náluk, így, főleg hogy a nem volt meg a végén, hát akkor tempó. már elfogytak a Nem gumik. csak a végén, elején is, hát figyelj, most Hát igaz, mondjuk. nem tudom, de tényleg Hamilton taktikát elrontották, Ja, ugye? igen. Be És is mondjuk ismerték. Leclercnek ez jelentett egy pozíciót azért, mert ha Hamilton is ugyanazon taktikán lett volna, mint Russell, akkor Leclerc Hát csak így is 6. lett 20-ekre volna. volt tőle, 23 végén, tehát nagyon elhúzott. Nem arra gondolok, hanem figyelj, most gondold végig, ha Hamilton ugye Russell elől Ja, úgy rajtolt, érted, ja, igen, és na is, igen. ha őt is közepesre helyezték volna a futam Igen. első felébe, ő, és azt mondom, hogy Hamilton biztos, hogy Russell előtt végzett volna, és Leclerc meg nem tudta megelőzni Russellt a végén. Aha, igen. Erre gondoltam én. Aztán Hamilton ezzel, hogy lágyon volt, és látszott, hogy ez nem akart működni, ez a taktika, és Aha, már nem, azt hittem, be vert is helyzetben verték, volt. nem kerteltek. Nem, figyelj, ez egy baklövés volt, kész, hát ez van, még szép, hogy elismerték. Hamilton is, ha félig kifele van, azt is érzem most egy ideje, nincs már motiváltság annyira Mercinél nála. Nem? Hát figyelj, most az, hogy most azért igen, most azért figyelj, a Ferrari azért mégiscsak egy ikon, amellett, hogy most azt nem mondom el, hogy kinek, de én egyértelmű, hogy én kinek a pártján vagyok, de a Ferrari az egy ikon, egy eszme, egy nem is tudom, egy felbecsülhetetlen, tehát ezt nem lehet egyszerűen túl hangsúlyozni.
És az, hogy Hát a ilyen Red Bull-ra csapattagja lehet, sokat ott... nyertek, de mégse egyikon, pedig már hányszor nyertek, de a Ferrari Ah, alakult igen, el. ha figyelj, és nem is lesz soha, én azt mondom, mert ugyan ez egy fantasztikus húzás volt, ugye, annak idején Dietrich Mateschitz-től, de ugye Isten nyugosztalja, de azért ez nem, ez nem, ez üzleti húzás. A Ja, Ferrari ugye itt persze. van már, a Ferrari itt van már ugye egyetlen egy futamot leszámítva, 1950-ben, első futamon nem vettek részt, de utána azóta végig. Aha. Igen. Hát, és a Verstappenről mit gondolsz? Hát mit gondoljak? Azt, hogy Ez nekem olyan volt, hogy általa beletörődött kihozza. volna, mondta, hogy nekem elég a második hely, hogyha végig ezt adom, akkor már úgyis nyerek. De hát nem biztos, hogy Figyelj, így lesz, ez meg mindegy nem, is, nem, kapok. éppen azt mond, nem, éppen nem, én meg azt olvasom, éppen azt mondta, hogy ő nem második helyekért jött, ő Ja, ennél azt jobbat mondta, de akar, ennek el tehát. mégis azt éreztem, hogy vagy csak tényleg ennyi volt a kocsiba, ugye most aztán. Figyelj, egyszerűen azt, hogy most második lehet mondom, ez a maximumok maximuma volt ezen a Maximum. futamon, tehát ez Igen. azt mondom, hogy ez normális esetben, ha így a többi csapat nem jár pórul, akkor ez maximum ilyen negyedik, ötödik hely lett volna, én azt Aha. mondom. Úgyhogy Ja, hát a akkor igen. Ferrari-k megállnak mögött. Tehát Igen. ez Hát nem lett kicsit volna egy szerintem ebben. körbeverték egymást, Piastri, Russell, Leclerc egymást akarták leelőzni. Pontosan Azután így van, így folyamatosan van, így van. mindenki Tehát folytatott, mindenkit volt DRS vonat, és akkor persze nem így tudták van, tehát elkapni. ezért mondom, hogy ezért nagyon, nagyon jól járt ezzel Verstappen. Hát És neki ez mondjuk most az olyan volt, igazság de az, nyert volna körülbelül szerintem ezen a futamon. hát gyakorlatilag igen, de hát ez igen, egy ilyen vert helyzetből nagyon nagy kármentés volt pontosan. Úgyhogy ez egy győzelemmel fejlő második hely volt, ezt én is azt mondom. És az biztos lehetünk benne, hogy ő mindent meg fog tenni, tehát akármit is mond, az ő brutális kemény motiváció nem fog változni, Ja, tényleg erre, hogy és te az. megmondod így, hogy mit mond, mit nem mondhat. Aztán hallottam, most már azzal is fenyegetőzik, hogy Ja igen, a kinyilkozik egyről. káromkodás. Ja igen, ez is egy vicc igazából, tehát erre se tudok Hát másra, mint mindenki hogy vicc, nevetett tehát rajta, most... Hamilton mondta, hogy ő nem venne el munka, hogy ilyen Hát de figyelj, közönbe áll. most Mondta gondolj, a Leclerc, mondta a Norris mikor... is, viccelődött. Hát de ez egyszerűen tényleg egy vicc, hát ez Ez komolyan álszent. Nem hiszem el, hogy ezzel akár a vezetői foglalkozni. rétegnek áramkodnani, csak nem vágják be, mert ők nem versenyzők. Tehát ez így Nem, de hát nonsens komolyan már így. most mikor adrenalintól túlfűtve vagy, akkor nem ezen gondolkodsz, hanem azt, hogy valahogy kiad magadból. Tehát Ja. Hát ez segít ez rajta, egy, jól ez gondolsz, hogy a pszichológiával is mondják, hogy add ki magadból igen, először. ez egy Hát hülyeség, nyilván, ez igen. konkrétan ezt tudom mondani, ez egy hülyeség, és Verstappenről meg tudjuk, hogy meg tudjuk, hogy milyen, és szerintem lehet őt szeretni, nem szeretni, azért mégiscsak egy nagyon sajátságos színfoltja a Forma 1-nek, és szerintem nem kéne ezt, hogy mondjam, ezt békén kéne hagyni, ezt szerintem, ez az egész dolgot. Tehát most ez megint csak egy ilyen látszat intézkedés, hogy mondjam, egy ilyen Ja, hát igen. bócselekvés, vagy hogy Körülbelül. mondjam ezt így. Ez Hát ez tényleg ilyen kavaré volt, cirkuszi nem tudok, hát lesz. kb. Igen, tehát nem is érdemel, nem is érdemel ez több szót, mert egyszerűen ez nevetséges, úgy, Igen. ahogy van. Ja, úgyhogy. Hülkenberg Hát megint az, hogy jól mi... ment, 9. lett, úgyhogy Sainzról beszélünk, kicsit beszürkült. Sajnos. Hát, ugye Colapinto Hát pedig Sainznak majdnem mondjuk azért a pontot szerzett. taktikája is, ki az, Sainznak a taktikája is teljesen más volt, mint például Leclerc. Ja, Ugye Sainz igen. sokkal korábban kihozták ugye a Az látszik, kerékcserén, hogy azt gondolom. korábban állt ki, az megszívta gyakorlatilag, ugye Igen, Hamilton persze, hogy megszívta, stb. mert egyrészt forgalomba került, másrészt meg Igen, a végén igen. elkopott már az abroncs. Tehát Igen. többszörösen megszívták. Többek között ugye Hamiltonnak is ezért jár Igen. purul a lágykeverékkel, de Sainzot szerintem túl korán hozták ki, az egyértelmű. Tehát neki ez nagyon nem jött be ez a taktika, bár igazából, hogy mondjam, tehát olyan sokat nem is vesztett, tehát hetedik lett, olyan sok előbb nem is végezte, nem hiszem, olyan sok előbb végezhetett volna. Hát, igen. Annyira nem, tehát Hamiltonhoz se volt annyira közel a végén, még Mikor egy a van egy közelített safety rá, car, az de... megkavartam Igen, jó, igen. Hát ez a másik, hogy valószínűleg erre vártak a csapatok, Ja, hogy azt legyen egy mondták is, biztonsági hogy autó. mindenki erre vártja.
Persze, mert ugye Ja, és itt ezért egyszerűen kétszer ez... álltak volna ki, hogyha Igen. alapvetően csak arra vártak, hogy... Na mindenki Mert ugye panaszkodott, hogy jaj, ez ez necces, ugye ezt nem fogja bírni. ki hitte volna, hogy eddig lement, ugye eddig 14 olyan futam, ami biztos mindegyiken volt, most meg nem lesz. Tehát Na, érdekes. bár mondjuk hallottam egy olyan megjegyzést, hogy most óvatosabbak a pilóták, és hát hogy a kölcsinsapka miatt, hogy ugye ne nagyon zúzzák le az autót. Tehát Na, úgy is az ez is ott a benne van. kocok, de... Ja, falkot. Ja, Az volt, szerencse. és hát a leghajmeresztőbb ugye pont Norrisszal, én azt Mi? gondolom. Amikor beszéltünk ugye a figyelemkihagyásos dologról, de szerencsére nem ez belőle nagyobb baj. És most meglepődtem, most 4 hét szünet lesz. Igen, így van. Mintha Négy hét megint szünet. nyáron lennénk. Vagy három? Nem három, nem négy, nem három. Négy, a következő futam az 4 hét múlva lesz. És utána hetente lesz végig, vagy hogy tudják Nem befejezni hetente lesz, de decemberig? azért így kicsi sűrű lesz ugye a menetrend. Következő Meg ugye futam ugye három izé sprint is. Azt mindig Texas. elfelejtik, hogy sokszor, hogy van három sprint is, tehát még akár Norris megszerezheti azt, hogyha azokon is Azért jól mondom, igen, szerepel. hogy három sprint, gyakorlatilag azt lehet Az mondani, gyakorlatilag hogy egy egy verseny, futamnak, nem? Az a három. Ja. hát gyakorlatilag egy futamnak megfelelő Igen, azért mondtam, pontmennyiség hogy gyakorlatilag akkor összességében, nem ugye. 6, hanem 7 futam, ha úgy Hát nézzük. gyakorlatilag majdnem, hát pontszámítás olyan lehet mondani, hiszen ugye három sprint az ugye 26, hogy Ja, is mert úgy már van, nem három olyan sok sprint, az az 50, 54. mennyi? 51, hogyha Igen. mondjuk csak 10-et nagy része átlagból 52 azt levesz, hiszem. már megvan, tehát... Ugye 8, azért 7-8-at 52. azért legalább levett Verstappentől átlagba, ha láttad az eddigi futamokon. Igen, de figyelj, a helyzet az igazából, hogy most azt kell mondjam, hogy egyszerűen nem lehet, egyszerűen tökéletes munka Mind a kéne kettőjüknek. ahhoz Mert ha kiesik a McLaren-től. Verstappen például, akkor az megint annyi, tehát érted? A Verstappennek mondjuk azért Tehát van előny marad. idézőjelbe egy fél, hogy mondjam, idézőjelbe talán kicsit könnyebb helyzete, Persze, mert ugye, marad mert egy egyrészt az versenyi előny, előnye, ha ki is esik. másrészt már de nem az, másrészt meg arra számíthat esetleg, hogy a Ferrari és a McLaren körbeveri Na, az a egymást. Tehát, másik. Örül úgyhogy ez senki azért eléggé szerintem. benne van. Ugye a Merci feltámad Egyszer. még később valamelyik fáj egy-egy Figyelj, pályára. most könnyen Vagy lehet, hogy három. egyik pályán Norris győz, másik pályán Leclerc győz, tehát ez nagyon benne Ja, van. persze, Tehát, persze. úgyhogy ő meg Ja, meg az is esetleg kérdés, hogy befut a mindig ilyen Piastri negyedik. ott tud-e lenni, ugye, mint Esetleg végvédő. Piastri is, igen. Hát de Úgyhogy azért elvileg, mondom. hogy engedje, tehát most az beszélik meg, de ez meg kialakul. Elvileg, igen. Elvileg. Ha mondjuk, akkor tényleg nagyon könnyen el Bár tudja mondjuk ő engedni, mondjuk tartozik. Piastri. Norris adott neki egy Ha mondjuk, győzelmet, ne felejtjük. igen, ha mondjuk Piastri, ha mondjuk tegyük fel, olyan szitu van, hogy Piastri vezet, és Norris negyedik helyen Hát van, az akkor más. aztán rohadt könnyen el tudja Persze, engedni, hát ott az akkor nem, biztos. de... Az más helyzet. Hát Nehéz igen, ez. jó. Úgyhogy szerintem ez És még mi is itt lesz a következő? lehet. Az USA? Austinban lesz, Texas. Azt viszont várom. Látom, én azt szeretem, az mindig izgalmas szokott Jó szinte pálya, nagyon, jó pálya lenni. az jó pálya nagyon. Ugye este És lesz, és ott igaz. szeretem az esti versenyeket, úgyhogy... Már hogy itt Így van, lesz én este. is egyetértek, én is azokat jobban szeretem. Hát érdekes lesz minden esetre. Ott szerintem azt kell mondjam, hogy a Mercit kivéve talán akár mindegy csapatnak lehet esélye. Hát gyakorlatilag igen, azt mondják, hogy a Red Bull is Vagy talán még a feltámaszthat, Mercedes is, a Ferrari is vagy még két valahogy rossz betánkoporuljon egyeneseken, ezzel. McLaren is. Csak addig ezt a Hát szárnyügyet figyelj, ezt az egy olyan, próbálják le az ezzel. igazából, ott igazából minden van, tehát ilyen Silverstone-ra is haja az Jaj. meg gyors kanyarok, Talán a szempontból hosszú Bakuban is, kanyarok. ugye nem nincsenek olyan falak, de hogy úgy értve, hogy ott van hosszú egyenes, gyors Hát kanyar, lassú Baku az gumis. azért, figyelj, Baku nem, mert Baku az viszonylag egyszerű pályában a szempontból, hogy ott kettő dolog van. Vagy derékszögű Ez igaz, kanyar, ja. vagy hosszú egyenes. Hosszú Tehát az egyenes azért más derék. teljesen. Itt meg minden, gyakorlatilag. Itt meg, igen. Hát nagyon, igen, hát nagyon-nagyon lassú De akkor kanyar milyen talán szempontból inkább a nincs. spanyol alsót, ahol szintén mindent tudsz tesztelni a három szektorban, nem? Tehát így... Akkor inkább a A spanyol, spanyol, nem? igen, ott minden van. Oda Hát, mondom. figyelj, itt azért Austinban azért olyan igazán nagyon lassú kanyar ugye azért Mondjuk nincs, az tehát nincs, az igaz, mondjuk.
Közepes, ugye Nekem az gyors a kanyar tempós, tetszik a vége közepes. fele, ahol nem tök végig kanyaroz, de tol nyomba fullba, tehát a játékba is, hogyha ész. Nem tudom, Nagyon most jó ezt... pálya, igen, nekem is a kedvenc pályám közé tartozik ez az ausztriai Hát meg ez a pálya. sok hosszú egyenes, az izé is tökre tetszik a cél egyenes, főleg úgy, hogy ez főfele megy, ott a rajt mindig keszekusza, mindig Igen, rajt igen, van. igen, meg, igen, meg, igen, meg az első kanyar nagyon trükkös, Igen. Ott szoktak hogy is lenni veszed be. cserék, úgyhogy ez mindig izgalmas, meg baleset is sajnos, de... Az általában van az első kanyarban, többször volt, Igen. tavaly is volt például, vagy tavaly Hát előtt nagyon valamikor vigyázni ilyen, kell de... a két élmenőnek, mert ha valamelyik balesetezik, akkor aztán a keresztet vethet talán, főleg ugye a Norris, de... Hát azért Norris, ha így Persze. esetleg Norris kiesne, akkor aztán vége a dalnak szerintem, én Akkor azt valószínűleg mondom. igen. Úgyhogy... De még akkor is talán mind a ketten kiesnek, hiszen ugyanúgy nem tudja növelni a... Tehát igazából ugyan, majdnem ugyanott van, nem teljesen, de... Hát csak Most... kevesebb futam van vissza akkor, már kevesebb Igen. pontszerzési lehetőség, kevesebb, Tehát az előny mármint, ha miatt most, mindenképp figyelj, ha mind a Verstappennek kettő, van előnye. nem, ha mind a ketten, nem, ha mind a ketten kiesnek, az inkább az Verstappennek nem Hát rossz. persze, azt mondom. Igen. Csak mondjuk Mondjuk erre akkor van mondta Bibi, ha most a mind a Norris, hogy ketten. azt már csak ő veszteti el, már a Verstappen. Igen, pontosan Hát az igen. így van. Akkor van még Bibi, ha mind a ketten kiesnek, és például Leclerc nyerne. Mert akkor már, mert újra, akkor már viszont három Na, esélyes akkor lenne igen. az egész. Tehát Akkor igen, jó. Szóval elég sok változó még lehet. így van, igen. Izgalmas. Kigondoltam volna, hogy akár ilyen És három fős egyéni, és hát egy nagyon bőven három fős konstruktőri eső ezt lesz mondom, itt a igen. végén. Ezt mondom, igen. Sőt, mondjuk az egyénire gondolsz, akkor ugyan még én azt mondom, hogy méltányosságot vegyük be, azért szerintem Piastrit is, mert azt hiszem csak 8 ponttal van Leclerc mögött, Ja, hát tehát akkor igen, akár. De hát mondom, az szinte nem semmi. vehetjük be, mert megbeszélték, hogy nem, Hát nem, de jó, igen. megbeszélték persze, azért erről inkább ezt én erősen Ja, ez más. fenntartással kezelem, de Aha. majd meglátjuk. De mondom, Azért mivel Piastrinak már az adott az... egy helyet a Piastri-nak a Norris, azért szerintem azért fog erre figyelni. Majd meglátjuk. De Én hát majd azt mondom, én ezt meglátjuk, inkább jó. nem... Én várom, azt nagyon várom, mert ez egy jó Én is pálya. várom, mert nagyon szeretem azt a pályát, és Ja. az is érdekes, fia, hogy ezért Az amilyen Indianapolis-t is ingadozások vannak... szerettem. Érdekes. Igen, az is, én is szeretem azt a pályát még ilyen. Amilyen ingadozások vannak az erőviszonyokban idén, ugye, az Hát azért igen, elég izgalmas sok nyertes volt, véghaját. ötféle nyertes azt hiszem, pilóta. Idén? Vagy, aha, vagy négy, Több, hát vagy több több, hát is. ugye nyert a nyert Verstappen, a két McLaren pilóta, a két Szállam. Ferrari pilóta, Igen, meg ja, nyertek a mert persze, akkor Mercedesek is 6, ke. basszus, akkor 7. Hét, hét, Ah, azt a hét, rohadt. hét, hét, A hét. Mercedes-et kifelejtettem, igen, mert volt egy jó szezon ott a rész ott a nyáron. Volt igen, ahol Hamilton meg Igen, Russell is igen, nyert igen. egy, nyertek ilyen. Ja, úgyhogy hét különböző egyéni Ki győztes. a franc gondolta volna ezt az évelején? Hát Nem pontosan, erről sokan. beszélek. Aztán nem lehet tudni az évvégé, hogyan alakul. McLaren jó marad, föltámad a Ferrari még jobban, úgyhogy Persze. ez szerintem az szinten, szerintem izgalmas lesz. Szerintem is, úgyhogy várjuk a nézőkkel. Ennyit köszönjük, hogy néztetek, hallgattatok minket, de búcsúzunk tőletek, sziasztok! Sziasztok!